Hello mindenkinek! Őszintén szólva az Asterix és Obelix képregényeket nem nagyon olvastam soha, engem leginkább a filmek és a videójátékok vezettek be francia alkotás rejtelmeibe. Aki nem ismerné az alaphelyzetet, annak röviden az Asterix és Obelixről, francia képregényként indult még 1959-ben, az ókorban játszódik az egész, Cézár római uralkodó van hatalmon, aki épp Európát próbálja elfoglalni, egyedül egy gall falu nem hódol be neki, és erőszakkal sem sikerül őket erre rábírnia, ennek az oka pedig az a varázsital, amit a falu druidája egy bizonyos csodaturmix készít, igen, tényleg csodaturmixnak hívják ezt a druidát, aki ezt az italt megissza az adott ideig emberfeletti erővel bír, olyan ez kb. Mint Popeye-nek a spenót. A két főszereplő a fürge Asterix és társa Dagat Obelix, akinek nem kell varázsital, mert csecsemőkorában konkrétan beleejtették egy egész üstnyi varázsitalba, így ő mindig baromi erős. Ebből a történetből készült rengeteg képregény, film és videójáték persze. A legelső élőszereplős film az 1999-es Asterix és Obelix kontra Cézár, amit a mai napig szívesen megnézek, igen aranyos és mókás film szerintem. Játékok terén én elég sokáig csak az 1996-os DOS játékkal játszottam, ami egy kellemes platformer játék. Helyenként ugyan pokoli nehéz, de tényleg nagyon jó és be is lesz egyszer mutatva. Nemrégiben azonban kipróbáltam a már említett első film alapján készült játékot, és hát... Talán a vérlázító a legjobb szó rá. Annyira pofátlan és dühítő az egész, hogy a megszavazott agyfasz játékból inkább Halloween-i különkiadás lesz, ezt pedig most rögtön be fogom mutatni nektek, mert ezt nem hagyhatom szó nélkül. Tehát Asterix and Obelix Take on Caesar 2000-ben fejlesztette PlayStation-ra és PC-re a Tech 5 és egy bizonyos Paté. A kiadója pedig a hírhet Cryo Interactive, akivel még fogtok találkozni a sorozaton belül, ebben biztos vagyok. Nos, a menü eléggé szimpla, itt lehet dönteni, hogy Asterix vagy Obelix személyében kívánunk játszani, vagy lehet egyébként egy gépen két karaktert is irányítani, illetve nehézségi szintet is választhatunk, ami egy vicc, de majd látjátok, egyelőre jó lesz a közepes fokozat. Az első pálya a Fish Fight, amikor is a faluban tömegverekedés tört, mikor megkérdőjelezik a halkereskedő árujának frissességét, hogy hogy lehetett ebből játékot összehozni, hát így... Fúj! Igen, egyszerűen csak fúj! Ilyen undorító 2D-s sprite tömeget régen láttam már. Ismételten megjegyezném, hogy Krisztus után a 2000. évben járunk. A fő karakter kidolgozása még csak-csak elmegy, de ez a háttér, ez az előtér, ez az egész környezet, ocsmány, egy okádék az egész. Fúj! Na de milyen a játék maga? Annyi a célunk itt, hogy a tömegből kirepülő 90 halból 75-öt üssünk el. Hogy miért? Franc se tudja, ennyi az egész. Odaszalad szóval repül a hal és elütöd. Na ezt kell ismételni 75-ször. 75-ször. Kimondani is fáj. Ha esetleg nem találod el időben a halakat, akkor a karakter elcsúszik a halon és pár másodpercet vesztünk így. Ha nem sikerül az adott mennyiségű halat elütni, akkor meg ez történik. Egy karthalat dobnak csodaturmix felé és kezdhetjük előről. Na de ha sikeres az úgymond küldetés, akkor mi történik? Beszarás ugyanaz, ami mondjuk logikus is, mert a filmben is így ér véget a verekedés, amit az átvezető moziból meg is tudunk amúgy, de könyörgöm. Tudjátok mi a legviccesebb az egészben? Néha megjelenik egy felirat, hogy kész egy adag varázsital, vagy Obelix esetében Plátói szerelme falbal ad neki egy csókot, ez a nő egyébként egy borzalmas 2D-s modellként persze jelen is van. Ehhez ki kell mennünk a pálya totál másik felére, ott egy pár másodperces animáció keretén belül Asterix iszonyat pervez remegő fejét nézhetjük, és egy ideig gyorsabban fogunk futni. De hogy ez idő alatt hány hal esik le a földre, arról inkább nem is beszélnék. Totál felesleges baromság az egész. Sajnos nem nagyon jön le elsőre, hogy milyen maga az irányítás, de ennél korlátozott a mozgásteret talán csak a Darkman Pires-ben láthatunk. Tudunk jobbra-balra futkosni, de csak adott pontokon állhatunk, meg kvázi így pontról pontra változtathatunk a helyzetünkön. A linearitás egy dolog, de ez konkrétan fogyatékosnak nézi a játékos. Hát hagyjuk, nézzük inkább a második pályát, az éhezők bankettjét. Itt karakterünk a Gundel étterem legmenőbb főpincéreit megszégyenítő módon fog sült malacot szervírozni a falu népének, de nem is akárhogy. Az egyik házból, ahol valaki teker valamilyen gépet, kirepülnek a sült malacok, nekünk pedig az ütésgombbal kell elkapni ezeket a tálcánkkal. Ezután oda kell vinnünk a kaját és lerakni az adott ember elé, és megint csak fúj, bazd meg. Ezt a fejet szerintem konkrétan a filmből vágták ki és rakták ide, mint egy 2D-s kartonfigura. De oké, hogy ennek itt mozog a keze, és ez még nem is lenne rossz megoldás. Néhány helyen például a Rock of Ages-ben iszonyat mókás ez, de ide baromira nem illik. Ami még poén itt, hogy csak adott helyekre tudunk úgymond bemenni és lerakni a kaját, és így kb. Ugyanazt a 4-5 embert fogjuk etetni az egész pálya során, valaki pedig sosem kap. És hogy ez egész faluban miért éppen Asterixnek vagy Obelixnek kell pincérkednie, azt megint csak ne kérdezzétek. A harmadik pálya Cézár katapultjai, amikor is a falu ostrom alatt áll, nekünk pedig a felénk repülő sziklákat kell szétcsapni.
A kutyánk rendszeresen hoz varázsitalt Asterixnek vagy egy élő vaddisznót Obelixnek, de nézzétek meg ezt az úgymond ostromot. Kettő, azaz kettő darab katapult dobál köveket egy útra. Még csak nem is a falu a célpont, csak ez a bekötő út, vagy tudom is én micsoda. Mennyivel jobb lett volna ez az első pálya hátterével, mondjuk az is baromi ronda volt, szóval mindegy is. Megint egy monoton unalmas baromság. A negyedik pálya egy még 3D-sebb bizarr szituáció, a fákon ácsorgó druidák fagyöngyöket dobálnak le, amiket el kell kapnunk. Ezek a mókás kedvű druidák néha egy-egy római katonát is ledobnak azért, hogy minket akadályozzanak. A fagyöngyöket csak úgy lehet elkapni, hogyha minimum fejmagasságban vannak, mert egyik karakter sem akar lehajolni, a római katona meg folyton üldöz minket körbe-körbe, őt most vagy varázsital hatás alatt ütjük ki egy ideig, vagy pedig simán csak átugrunk rajta. Idegőrlő egy pálya. Az ötödik pályát nem fogjátok elhinni. Csukjátok be a szemeteket és képzeljétek el, amit most mondok. Megvan? Egy római cirkuszban krokodilhátakon ugrálva kell plafonról leereszkedő madárpókokat kiütögetnünk. Ki találta ki ezt? És megint baromi sok pókot kell elütnünk, és baromi unalmas, és baromi monoton az egész. Értitek? Ugyanaz, mint az első pálya, csak más körítésben. A kedvenc mit, hogy Asterix konkrétan örül, mikor beleesik a vízbe. A hatodik pályán unikornistáját kell innunk, mivel ebből készül a varázsital, illetve megakadályozni a rómaiakat, hogy ők tegyék meg ezt. De ez megint csak egy kicsit hibás, ugyanis a rómaiaknak is van valamilyen zöld lötyük, amit ha megisznak, erősebbek lesznek. Na itt az a megoldás, hogy a felénk dobált dárdákat elkerülve kell a római katona elől meginni a zöld lötyöt, majd átrohanni a jobb oldalra, meginni előle a kék lötyöt. Tiszta izgalom, nem? Ezen a kb. 5 méteres szakaszon mozogva mondjuk ez a maximum, amit kihozhatnak belőle. Ja, és a spontán klónozáson ne lepődjön meg senki, ez a filmben is így volt. A hetedik és egyben utolsó pályán, igen, utolsó pályán pedig római teknősbéka alakzatokat kell szétvernünk, illetve katonákat megakadályozni abban, hogy a faluba bejussanak. Egyedül itt van haszna varázsitalnak, ugyanis azzal hármasával üthetjük el a rómaiakat, alapból pedig csak egyesével tehetnénk mindezt. Nézzétek meg ezt a teknős alakzatot, ez is ilyen 2D sprite-okból áll, undorító. És amúgy kész, ennyi a játék. 7 pályamből kb. 5 ugyanaz, a maradék 2 pedig még az előzőknél is rosszabb, monoton unalmas szarság. Ó, bocsánat, itt van még az expert nehézségi fokozat, ahol már az első pályán nem az van, hogy 75 halat kell elütni, hanem 100-ból 90-et. Köszönöm szépen, kihagynám. Van még challenge módunk is, ahol egyből elérhető az összes pálya, de itt egyfajta végtelenített menet van. Az első pályán például annyi normál fokozaton a kikötés, hogy maximum 20-szor hibázhatunk, és mindez csak pontokért megy. Hát, ha ezzel az volt a céljuk, hogy a játékidőt hosszabbítsák meg, akkor hatalmas kapufát lőttek. Nekem bőven elég volt kétszer végigvinnem a játékot, itt is ugyanazok a pályák, ugyanaz a feladat, hagyjuk is. Ha azt mondom csúnya, akkor dicsérem. Ha azt mondom, hogy ocsmány, akkor még az enyhe kifejezés. Ha azt mondom, hogy egy okádék undorító foshalmaz, akkor talán közel járok az igazsághoz, de még mindig lehetne hová fokozni. Ahogy mondtam, a fő karakterek kidolgozása még talán elment akkoriban, de a környezet kidolgozása siralmas. Ezek az alacsony felbontású 2D sprite-ok komolyan hányingerkeltőek. Hihetetlen számomra, hogy lehetett egy ilyet kiadni 2000-ben. Ha technikailag nézem az irányítást, akkor egész tűrhető, de ha az összképet nézem, akkor ismét csak felháborító. Ilyen behatárolt, játékos korlátozó irányítást én még nem nagyon láttam eddig. Mint a gúnyolna minket a játék, hogy gyere, hadd segítsek, hidd el, szükséged van rá. Borzalmas. Őszintén szólva, ennél a játéknál sem figyeltem fel a zenére, lekötöttek a hanghatások, amelyek cirka egy perc alatt kiidegelnek minden játékos. A karakterek a filmből kivett mondatokat ismételgetik pár másodpercenként. Fogjátok már be. Játék élmény, inkább menjen mindenki matchboxozzon, vagy legózzon, vagy játszon fej, vagy írás, még az is kb. Izgalmasabb, mint ez. Monoton, unalmas, minimális kihívás jelentő feladatokkal van tele a játék. Semmi jutalomban nem részesülsz azért, hogy végigvitted a játékot, amit egyébként kb. 2 óra alatt meg lehet tenni. Az egy dolog, hogy összesen 7 pálya van a játékban, de az, hogy ebből a 7 pályából 3 totál ugyanaz, csak más környezetben, az már több, mint pofátlanság. Őszintén szóval semmi jót nem tudok elmondani az Asterix and Obelix Steak and Caesar nevű játékról. Egy abszolút fantáziátlan, unalmas, frusztráló és felejthető játék, amihez nem értem, miért kellett az Asterix és Obelix mondakört megerőszakolni.
Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez a játék 2000-ben jelent meg, és pénzt kértek érte. Gondoljatok bele, hogy apa megvette a gyerekének a játékot, hoho, hogy fog örülni ennek a kiskrapek, és vagy két órán belül a kukába dobva találta meg a játék lemezét, vagy rohanhatott a kórházba, mert a gyerek agyérgörcsöt kapott a grafika és a játékmenet miatt. Nem is értem, ki lehetett a játék célközönsége. Felnőttek biztosan nem, mert túl könnyű a játék, gyerekek biztosan nem, mert ez még egy 5 éves gyereknek se jelentene kihívást, szóval nem értem. Nem is akartam nagyon mélyen elemezni ezt a játékot, nem mintha lehetne ilyet csinálni vele, csak meg akartam mutatni nektek, hogy milyen borzalmas játékok is léteztek korábban, meg ma is. Szóval, ha jó Asterix és Obelix játékot akartok játszani, inkább az 1996-os DOS-os verziót keressétek. Én ismét Lali voltam, köszönöm a megtisztelő figyelmet, legyetek jók, szevasztok!